Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a következő percekben. Európai Uniós híreket hoztunk, és nagy tisztelettel köszöntöm a vendégünket a vonal túlsó oldalán, Kalas Vivient, az NKE Európa Stratégiai Kutatóintézet kutatóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánunk! És azok a hírek, amelyeket pedig hoztunk, ugye Európai Uniós hírek, de részben nyilván kapcsolódnak a mostani aktualitásokhoz, akár az izraeli háborúhoz is, hiszen szinte az egész médiát ezek a hírek azok, amelyek most az utóbbi időben lefoglalják, és hát az Európa vezetői is nyilván ezekben a kérdésekben nyilvánulnak meg. Amikor nézegettem például a Politikónak a honlapját, ott is nagyon nehéz volt olyan ügyet keresnem, találnom, amely nem Izraellel, a Hamasszal, a gázai övezettel, a Közel-Kelettel van kapcsolatban. De akkor beszéljünk egy picit magyar vonatkozásokról mégiscsak, ugyanis úgy tűnt az utóbbi időben, hogy lehet, hogy enyhül a viszony, és meg fogjuk mégiscsak kapni azokat a pénzeket, amelyek járnak úgymond Magyarországnak, de nagyon gyorsan jött egy szám áfolat Brüsszelből, hogy nem lesz politikai alkú a magyar kormánnyal. Ezt Vera Jurova, az Európai Bizottság alelnöke és Szabad Európának adott interjújában fejtette ki. Mit gondol, mikor lehet egy olyan kompromisszum a két fél között, amely aztán elősegíti azt, hogy megérkezzenek ezek a támogatások, pénzek? Itt az uniós forrásokról való tárgyalások, illetve az Európai Unió leginkább részénől a reakciók. Úgy látom, hogy két síkon folynak, az egyik a politikai irányvonal, tehát politikai megszólalásokat, nyilatkozatokat tesznek ezzel kapcsolatban, a másik pedig a jogi technikai vonal. Ugye vannak bizonyos feltételek, amelyeket Magyarországnak teljesítenie kell azért, hogy megkaphassuk a nekünk járó forrásokat, és ezeket a feltételeket Magyarország lépésről lépésre folyamatosan teljesíti, és ha jók az információim, de én csak sajtóból tájékozódom, akkor éppen múlt pénteken küldött egy újabb választ az Európai Bizottság kérdéseire Magyarország. Tehát itt technikai, jogi úton ez zajlik, ez a folyamat, bármikor lehet olyan pozitív kimenetele, hogy megkapjuk akár csak egy részét első körben a nekünk járó forrásoknak, akár a teljeset. Ebbe annyira mi nem látunk bele, nyilván a tárgyalófél jobban tisztában van, hogy hol tartanak ezek a folyamatok. A másik a politikai síkja ennek a történetnek, és ahogy itt ön is említette, voltak olyan hírek, hogy a 22 milliárd euró, ami nekünk jár fejlesztési forrás, 13 milliárd eurót akár már november végéig megkaphatunk. Olyan információk láttak világot, hogy ezért cserébe a bizottság csak azt kéri tőlünk, hogy a több éves költségvetés növelésében Magyarország egyezzen bele, hogy 66 milliárd euróval akarja a bizottság a közös költségvetést megnövelni, ennek a legnagyobb része Ukrajnának menne, egy másik nagyobb részét pedig a migráció kezelésére fordítaná. Szóval ez az a politikai alkú, hogy ez lehet az az egyik olyan aspektus, amire Jurová itt utalt, hogy nem ezen múlik az, hogy megkapjuk az uniós forrásokat vagy sem. Ebben talán még igaz is lehet, bár azért azt megjegyezném, hogy itt az interjút elolvasva, az ő korábbi nyilatkozatait ismerve ez egy rendkívül visszafogott hangvételű interjú volt, hiszen az uniós biztos is elismerte, hogy Magyarország tesz lépéseket azért, hogy megkapjuk a nekünk járó forrásokat. Tehát ha nem politikai úton nem is tudunk hozzájutni, én azt mondanám, hogy jogi, technikai úton, a feltételek teljesítésével minden esélyünk megvan arra, hogy rövid úton valamennyire legalább kapjunk ebből a pénzből valamekkora összeget. Mi a véleménye arról, hogy ezek az ügyek mennyire függnek személyektől? Ez most így elsőre egy nagyon furcsa kérdésnek tűnhet, de ugye itt van Vera Jurová, akit még én személyesen nem nagyon hallottam akár pozitív módon megnyilvánulni Magyarországgal kapcsolatban, és tudjuk, hogy voltak más olyan személyek is, akik kifejezetten valamiért nem szimpatizáltak a magyar vezetéssel, azt talán bátor dolog kijelenteni, hogy Magyarországgal, inkább mondjuk azt, hogy a magyar vezetéssel.
Mennyire függhetnek ilyen dolgok például is személyeken, ilyen kulcsfigurákon, mint például Vera Jourová, aki az Európai Bizottságnak az alelnöke jelenleg? Valamennyire mindenképp. Az fontos tudni, hogy az Európai Bizottság, amikor dönt arról, hogy megkapjuk-e nekik járó forrásokat vagy sem, akkor elméletben, mint testületként fog dönteni, tehát mindenkinek támogatnia kell azt, hogy megkapjuk a forrásokat. Nyilván azért az előírások szerint objektív kritériumok alapján kellene dönteniük, nem tudom mi alapján fognak, de hogy így ez alapján kellene. Az, hogy egyes személyek az Európai Bizottságban a magyar vezetéssel nem szimpatizálnak, és kritikákat fogalmaznak meg, az abból a szempontból lehet érdekes, hogy nem ők fognak egy személyben dönteni, de nyomást gyakorolni tudnak, vagy befolyásolni, érdeket érvényesíteni az Európai Bizottságon belül, ugye a többi biztos felé, hogy ne legyen egy ilyen kollektív pozitív döntés Magyarország számára. Tehát ebből a szempontból mindenképp fontosak a személyek, és fontos, hogy egy-egy nagyon kritikus mit mond, hogyan mond, és hogyan próbál a testületen belül érdeket érvényesíteni. És én a másik oldaláról is mondanám azt, hogy én szerintem fontosak a személyek, ugye ön is mondta, hogy nem Magyarországgal szemben talán ellenségesek, hanem éppen a magyar vezetéssel. Ugye a Lengyelországgal kapcsolatban is nagyon sok kritikát fogalmaztak meg az elmúlt években, hogy lengyelek is várják az uniós forrásokat, és éppen tegnap voltak a lengyel választások, ahol most nem is az eredmények alapján, mert a korábbi kormányzó párt, a Jog és Igazságosság pártja nyerte a választásokat, viszont kormányzó többséget talán az ellenzéki oldal fog tudni kialakítani, és itt azért, ha ez tényleg így van, így lesz Lengyelországban, tehát kormányváltás lesz, más személy lesz hatalmon, és én úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság álláspontja is meg fog változni a lengyelek felé, tehát ez a személyektől való függőség mindkét oldalon megvan, és igen, itt ilyen személyi konfliktusok, problémák vannak, és amik esetleg el is dönthetik pozitív vagy negatív irányba. Na, akkor hozom is a következő hírünket, ami ide kapcsolódik is olyan tekintetben, hogy az Európai Unió mennyire téma, akár egy tagországon belül is a hozzávaló viszony, és hát azt látjuk, hogy Magyarországon is ez egy nagyon fontos téma már régóta, hogy az Európai Unió hogyan viszonyul Magyarországhoz, mi hogyan viszonyulunk az Európai Unióhoz, és mik ezek a konfliktusok, amelyek köztünk vannak. Plakátkampányt indítana Magyarországon, és elszigetelni Orbán Viktort, egy fontos uniós tisztviselő, hát így hangzik a cikknek a szallag címe, és hát ugye itt arról van szó, hogy Magyarországon is azért ellepték az óriás plakátok, akár az unióval kapcsolatban is a tereket a választások előtt, hiszen mondom, fontos téma itt Magyarországon, hogy az unió hogyan is viszonyul hozzánk, és hát erre válaszul megjelenhetnének akár olyan óriás plakátok is, amelyen az unió kommunikál a tagállamok, ez esetben pedig magyar polgárokkal. Mit szól ez az ötlethez, vagy kezdeményezéshez? Nagyon érdekes felvetés, már csak azért is, mert ha megnézzük, hogy ki mondta ezt, egy francia-európai parlamenti képviselőhölgy véleménye ez, hogy megjelenhetnének plakátok, viszont nem az Európai Parlamentet nevezte meg, mint olyan intézményt, amelyik plakátokat kellene, hogy elhelyezze Magyarországon, hanem az Európai Bizottságot. Több szempontból azért érdekes ez, mert egyrészt az Európai Bizottság alapvetően egy semleges közvetítő intézményt kellene, hogy legyen, így hozták létre az 50-es években. Itt tény az, hogy az elmúlt években, ha megnézzük, akár már Jean-Claude Juncker alatt, aki ugye azt először mondta, hogy politikai bizottságról van szó, hogy az Európai Bizottság egyre inkább eltértettől a semleges közvetítő szerepétől, és politikailag aktív lett, és politikai nyilatkozatai vannak, szerepet vállal egy-egy ország belpolitikájában, viszont azért ez, hogyha tényleg az Európai Bizottság plakátokat jelenítene meg, mondjuk a választási kampányban, vagy a ciklus közben egy-egy tagországban, azért az egy következő szintje lenne ennek a politizálódásnak, ami úgy gondolom, hogy alapjaiban megváltoztatná az Európai Unió működését, magának az integrációnak a jellegét, és ezért én nem látom azt, hogy az Európai Bizottság ezt a lépést megtenni. A másik ok, amiért nem látom ezt, hogy ez nem a bizottság részéről betült fel ez az ötlet, hanem az Európai Parlamenti Képviselő részéről.
aki és amely intézmény azért más szerepet tölt be. Tehát az Európai Parlament inkább politikai intézmény, mint a bizottság, úgyhogy nem látom azt, hogy ennek lenne realitása a közeljövőben, de ha mégis bekövetkezne, azért ez egy nem egy jó irány lenne szerintem az Európai Unió működésében. És ha már említett képviselő ugye úgy is fogalmazott, hogy úgy tűnik Orbán egyre kijebb és kijebb tolja a vörös vonalat, a tagállamok pedig tétlenül nézik ezt, pedig amikor egy kormány ennyire elfajul, akkor az elszigetelés az egyetlen megoldás. Tehát itt, amit a címben fel is olvastam, hogy ennek a egyik célja nyilván valamilyen kapcsolatfelvétel a tagállamok polgáraival, másrészt pedig Orbán Viktor elszigetelése. Lehet egy miniszterelnöknek az elszigetelése egy akár az Európai Bizottság, akár egy európai parlamenti képviselőnek a célja? Nem lehetne, hiszen az Európai Uniós intézményeknek az az érdekük, hogy valamennyi tagország együttműködjön és megtalálják a közös hangot. Tehát ez egy nagyon, nagyon rossz irány az Európai Parlament részéről is. Mondanám, hogy a kampánynak lehet betudni, de azért már a elmúlt egy-két évben is ilyen hangvételt ütöttek meg. Szerintem le kellene nyugodni a kedélyeknek, mert ez átpolitizálódott, mert túlságosan is a viszony. Itt, amivel kapcsolatban lehet ténylegesen elszigetelésről esetleg beszélni, az az úgynevezett hetes cikkely szerinti eljárás, amit a képviselő említ is, hogy folyamatban van Magyarország ellen, éppen az Európai Parlament kezdeményezésére, és annak a vége lehet az, hogy a tanácsban felfüggesztik Magyarország szavazati jogát, ami ugye azt jelenti, hogy nem vehetnénk részt a döntéshozatalban, tehát ezzel jelentősen elszigetelnék Magyarországot, de ez a döntés még nagyon messze van, és egyáltalán nem biztos, hogy ez meg fog valósulni. Na akkor egy picit tágabb értelemben gondolkodjunk most Magyarországon kívül is. Joseph Borrellnek egy mondatát hoztam, az Európai Unió ellenzi Tajvan függetlenségét, és nem fél a többpólusú világrendtől. Beszélünk ugye a világrendváltásról már egy-két éve, és látszik is, hogy milyen geopolitikai viharok születnek az elmúlt időszakban. Háborúkat követnek, újabb háborúk, illetve fegyveres konfliktusok, feszültségek, amik végül szerencsére nem vezettek háborúhoz, de akkor is izgalmat okoztak. Hogyan értékeljük Joseph Borrellnek ezt a kijelentését? Ez nem egy előzmény nélküli kijelentés volt, hogy tudni kell, hogy múlt héten, amikor ezt a véleménycikkben jelent meg, de összefügg a kettő, tehát Kínában járt Joseph Borrell az Unió Kül- és Biztonságpolitikai Főképviselő, ahol leginkább a kereskedelmi kapcsolatokról tárgyalt a kínai partnerével. Azt mindenképp el kell mondani, hogy ezzel az Európai Unió egyfelől nincsen egyedül, hiszen Tajvan függetlenségét, mint az Egyesült Államok sem ismeri el. Az egy különbség az Európai Unió és az USA között, hogy éppen most augusztusban az Egyesült Államok fegyvereket küldött több partnerének, de Tajvannak is, amivel ugye a függetlenségi törekvéseiket talán elősegíti, de nyíltan azért az USA sem beszél Tajvan függetlenedéséről, függetlenségéről. És Borrell kijelentéséhez kapcsolódik, már egy Európai Uniós politikus, Emmanuel Macron mondata, aki idén áprilisban jelentette kisebb híresívált mondatát, hogy nem szabad Európának Amerika vazallusává válnia, ugye ott is Kínában járt, bocsánat, és megfogalmazta azt, amikor éppen kínai-tájván konfliktus kiérezettebb helyzetben volt tavasszal, hogy az Európai Uniónak nem érdeke ebbe a konfliktusba belefolyni, az Egyesült Államok oldalán nem fogunk Tajvan védelmében Kínával szembe helyezkedni. Tehát ez nem egy semmiből jövő mondat volt Borrell részéről. Azt tudni kell, hogy Kína nagyon fontos partnere az Uniónak, nyilván gazdaságilag nem érdeke az Európai Uniónak, hogy Kínával ezzel kapcsolatban konfliktusa legyen, főleg úgy, hogy mondom, tehát én a Tajvan függetlenségéről senki sem beszél most.
Ugye beszélnek itt az erős Európáról, hogyan látja ön, hogy ez az erős Európa kinek hogyan kedvez, például azoknak az országoknak, tagállamoknak, akik egy picit azért mégis a periférián vannak, akár ugye a déli államok, akár itt Közép-Kelet-Európában több állam, azoknak mennyire kedvez az erős Európa vízió? Nehéz erre a kérdésre egyértelmű választ adni, mert abban a szempontból mindenképp kedvez, hogy a hangunkat, a periférián lévő államok hangját felerősíti az, hogyha az Európai Unió egységként kiáll, és a világpolitikában nagyobb szerepet tud betölteni. Nyilván a függőség megszüntetése, akár energia területén, akár más területén, különböző országoktól, itt nem csak Oroszországot, Kínából, Egyesült Államokat is ide kell hozni, hogy tőle is független lenni kell, hogyha egy erős Európát akarunk elérni. Ez is egy pozitív dolog minden Európai Uniós ország számára, még akkor is, hogyha ez most egy első körben anyagi társadalmi nehézségeket okoz az átállás. Tehát ilyen szempontból pozitív, abból szempontból negatív azoknak az országoknak, akik nem akarnak, itt például mi magyarok sem, egy federálisabb Európát. Hiszen az erős Európa, és ezt el is mondják, csak úgy tud létrejönni, hogyha a döntéshozatalt az Európai Unióban megváltoztatják. A legtöbbször a biztonságpolitika említik területként, ahol jelenleg most egyhangú döntéshozatal szükséges, de mivel annyira nehéz 27 tagország, különösen ha lesz bővítve az Európai Unió, akkor még több tagország álláspontot egyeztetni, mi azt szorgalmazzák mert évek óta tagállamok, hogy térjenek át a minősített többségi döntéshozatalra. Ezzel meg jelentős előrelépést tennének a felé, hogy megteremtődjön az erősebb Európa, viszont például nekünk és még azoknak az országoknak, akik az úgynevezett nemzetek Európáját támogatják, ez mindenképpen hátrányos, hiszen nem szeretnénk azt, hogy egy föderális Európa jönne létre, ahol mi kevésbé tudunk érdeket érvényesíteni. És ez egy nagyon kérdés, van mellette és ellene szóló érvek, itt minden kormánynak el kell döntenie, hogy melyek az ő számára az ő nemzetének az erősebbek. Ha már itt a több pólusú világrendről beszélt Joseph Borrell is, hogy ő attól nem tart, tehát el tudja képzelni ezek szerint azt, hogy egy több pólusú világrendben kell ezentúl majd lavírozni akár két fél között, nem tudom pontosan, hogy hogyan képzelik el egy erős szembenállásként, mint ahogy akár a hidegháború idején volt egy szovjet blokk, egy nyugati blokk, és akkor volt a kettő között azért egy nagyon éles határvonal, hogy kikinek a szövetségese, kikinek a barátja, vagy pedig ezt úgy kell elképzelni, hogy van két nagyobb hatalom, amely egymással rivalizál, de azért nem, de azért mindezt békésen teszi, és akár a kisállamoknak, szövetséges államoknak lavírozni kell a kettő között. Nem tudom, hogy esetleg, ha tud erről, hogy Borrell ezt hogyan képzeli el, akkor azt megköszönném. De ha nem is tud róla, akkor ön hogyan látja, hogy Európa ebben milyen szerepet tudna betölteni egy ilyen világrendben? Azt nem tudhatom, hogy ő hogy képzeli el, hiszen ezt nem fejtette ki részletesen, de itt a geopolitikai folyamatokat nézve, hogy a többpólusú világrend nem is egy-két országot mondanék, hanem inkább többet, amelyek erősebbek. Tehát nincs már meg azt mondjuk Oroszország és Amerika, hanem ott van Kína, ott lehet a Közel-Kelet, és különböző ilyen, akár egy-egy ország, akár egy-egy ország csoport, és akár lehet Európai Unió is egy ilyen fontos szereplője a világpolitikának, amelyek, mivel több ilyen pólus lenne, én azt mondom, hogy nem erős konfliktusban lennek egymással, hanem elsősorban az együttműködésre törekednének és kölcsönösen korlátoznak egyébként egymást ezek a hatalmak, hogy erősen konfliktusra viszonyuk. És az Európai Unió ebben szeretné magát elhelyezni egyébként, amelyhez mindenképp kell szövetségeseket gyűjtenie. Úgyhogy nagyon fontos lenne az Európai Uniónak a közeljövőben vagy hosszabb távú terveiben, hogy a harmadik országokkal való partnerségét, akár itt gondolhatunk, például akár afrikai országokra is, megerősítse és szövetségeseket szerezzen magának, hiszen így tud majd igazán érdeket érvényesíteni egy valóban többpólusú világban.
Ugye az érdekérvényesítésnek egyik fontos eszköze a gazdaság, az erős gazdaság, az erős gazdasági szerepvállalás, a jó gazdasági mutatók, és kérdés az, hogy Európának ezzel kapcsolatban milyen jövő várható. Ugye Németország volt ezért eddig Európának a gazdasági vezető ereje, most pedig azt látjuk, hogy azért a német gazdaság is igencsak küzd azokkal a válságokkal, amik itt egymást érték. Ön hogyan látja, hogy Európa meg tudja tartani azt a gazdasági potenciált, azt az erőt, amivel eddig rendelkezett? Most mindenképpen egy nagyon nehéz helyzetben van az Európai Unió gazdaságilag. Itt a különböző háborúk, válságok hatást gyakoroltak rá, és még hatást tudunk, tehát nem mondanám azt, hogy a közeljövőben szerintem nem fog javulni ez a helyzet, bár nem vagyok gazdasági szakember. Előbb-utóbb vissza fogja nyerni a gazdasági erejét, tehát mutálja, hogy kijöjjön ebből a hullámvölgyből, az, hogy mikor, az egy nagy kérdés, és közben az is kérdés, hogy az Európai Unió mellett kik azok az országok esetleg, amelyek felemelkednek és meg tudnak erősödni gazdaságilag. Tehát, hogy amikor az EU visszakerül a válságok megelőző korszakhoz, vagy ahhoz a jellemzőkhöz, akkor milyen kihívói, milyen betegársai lesznek. Ezért az sem mindegy, is egy relatív értelemben az Európai Unió gazdasága majd hol helyezkedik el ezek között az országok, vagy országcsoportok között. Most nagyon nehéz nekem erre válaszolni. Nem tudom azt, hogy mikor lehet változás, és tényleg azt gondolom, hogy függ attól is, hogy a környező országokban milyen folyamatok zajlanak majd. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezekre a hírekre reagált nekünk. Kalas Vivien, az NKE Európai Stratégia Kutató Központ kutatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen.